ettől a műsortól én azt várom, hogy hát, hogy ezt az életérzést, amit én most érzek, és beszeretnék mutatni a dalban, az egy üdes színfoltja lehessen a műsornak. Számomra ez lenne a legnagyobb öröm, de persze meg szeretném nyerni. Nem mertem elhinni, de a szívem mélyén számítottam rá, hogy be fog kerülni ez a nóta, mert valahogy minden stimmelt, amikor megírtam. Volt egy életérzés, volt egy bántódásom az életemben, amit kiírtunk, és ez így másodpercek alatt megszületett a dal. Az egyik kedvencem, ami gondolom nem sokan mondanának, de az a Szállak a kukfészkére. Nagyon tetszett mind a film, mind a színdarab, amit láttam. Annyi karaktert és személyiséget mutat be az a film, hogy számomra nagyon különleges és elragadott az, hogy milyen emberek vannak a világon, milyen emberek vagyunk, és kinek mennyi gondja van. És hogy nekem milyen kis gondjaim vannak, és mégis nagyon nagy problémákat csinálok belőle. Tudom, hogy milyen volt régen a zene, de nem éltem abban a korban, szóval nem tudom, hogy milyen is lehetett az az életérzés, amikor ott valaki ott énekel. Én azt hiszem, hogy régebben sokkal nagyobb jelentősége volt egy zenének, egy számnak, mint most. De reményeim szerint ez most jön vissza. Én boldog vagyok abban az időben, amiben élek. Nem szeretnék változtatni.